Hatalmas szeretettel üdvözöllek benneteket itt a következő szerdai frissítéses videóban. Itt vagyunk Jasper háza mellett ezen a kis réten Morlandben, és Violettel fogunk diskurálni, és mellőzgetős témát fogok kialakítani, mert én azt mondtam. Majd utána törlök mindenkit. Szóval, az a lényeg, hogy most itt beszélgetni fogunk vele, amint látjátok ott a háttérben van egy pacika, és mindjárt több információt fogunk róla megtudni, amint Violettel kis beszélgetésbe elegyedtünk. Ha-ho! Hát nem gyönyörű ez a nap? A visszatérő költöző madarak énekelnek, az első virágok kinyíltak, és az akanca ott épp arra készül, hogy világra hozza az év első csikóját. Így is van, a tavasz megérkezett Jorvikba. Jorvik járőrökként a mi feladatunk, hogy minden csikó biztonságban érkezzen meg és hozzászokjon az emberekhez, de idén szokatlanul kevés emberünk van. Úgy látszik, neked erős köteléked van a lovaddal. Fú, most idézem vissza a kis egyéb emlékeimet, inkább nem teszem. Tudnál nekünk segíteni? A csikó világra segítése önmagában nem olyan bonyolult. Az egészséges kancák készen állnak arra, hogy emberi segítség nélkül eljenek. Azonban ennek ellenére fontos, hogy a kanca mellett maradjunk, ahogy a csikó világra jön, hogy meggyőződjünk arról, a csikó egészséges és a kanca nem utasítja el. A vemhes kancák általában nyugtalanok, úgyhogy óvatosan közelíts és mutasd meg, hogy nem jelentesz veszélyt, hogy megnyugodjon. Vagy lenyugodjon, tök mindegy. Közelítsd meg a céltárgyat. Addig mozog, amíg a nyilak zöldek. Állj meg, amikor pirosra váltanak. A nyilak annál gyorsabban pirosra váltanak, minél gyorsabban mozogsz. Kattints a céltárgyra a mini játék teljesítéséhez. Oké. Sétálgassunk. Szép csendesen. Álljunk meg egy szóra. Most mehetek. Nem mehetek, mehetek, nem mehetek, mehetek. Most mi van? Megálltam, jó van, ne visítsa a fülembe. Most mi fog itten történni, úristen? Még egyszer meg kell állnom. Ha persze, ki a tököm hitte volna, még egyszer meg kell álljak. Nem baj. Most már közel mehetek? Megengeded? Hm? Ah. Na most ilyen komi van. Ezt annyira imádom, gyerekek, miért kell ide? Na mindegy. Maradj a kancával és győződj meg arról, hogy nyugodt marad. Jó. Hú, milyen zene van. Ja, hát magyar fordítása már nem tellett. Ah. Na. Oké, beszélgessünk, megszületett a kicsikó. Egészséges kiscsikónak tűnik, szép munka. A következő lépés a csikó hozzászoktatása az emberekhez. Itt kezdődik az igazi munka. Na? Etesd meg. De nem látok semmit. Ez milyen undokság már. Megint? Akkor megetetem megint. Ez olyan kicseszés, hát miért nem lehet látni? Mindenki látott már, na mindegy. Nem mondok sem, mindenki látott már kis csikót szopizni. Ha mindenki látott már ilyet, miért nem lehet? Szerintem nem csinálták meg, lusták voltak, csak gyorsan berakták a frissítést, és inkább beizéltek. Ez a csikó óvatos a közeledben, és közel marad az anyjához. Úgy tűnik, még nem bízik benned. Hát nem mondod. Nem baj. Mi ezzel nem foglalkozunk. Hát ezt mi megbirkózunk ezzel. De meddig itassam még. Egyébként, ha jól olvastam, akkor van még területenként csikó. És meg is próbálom majd őket megkeresgetni. Ha minden igaz, akkor mai napon ezzel is remélhetőleg megbirkózunk. Attól függ, hogy ez mennyire húzódik el, mert hogyha hosszas lesz, akkor egy külön videót szentelek neki, mint a pókoknál például a kokáért. Na most mi van még mindig? Semmit nem mutat, hogy ez mi? Azt is itassam meg. Egy őt is meg kell, aha. Á, ez a csikó sokkal barátságosabb lett veled. Kemény, enni is kell neki adni. Tanítsd.
De jó. Én azért nem kapok XP-t. Tök jó lenne, ha lennének ilyen feladatok is. Hogy mehetek gyorsabban is? Én mehetek gyorsabban is, ez tök jó. Na? Jó a zene is így belassítva egyébként. És most? Öled. Ez tök jó. Megöleljük a csikót. Megöleljük. Jaj, de csuki. Így be lehet nyomni a kameramódot, vagy nem, hát. Na, meglőttem közben ezt a fain képet. Visszamegyünk anyukához. Hát, ha vele is kell valamit csinálni. Vagy nem? Nem kell vele semmit, csak a csikóval. És most mi a menetrend? Ez a csikó nyugodtan közelebbbe lehet, egy kicsit tovább tart, majd neki teljesen hozzászokja az emberekhez. Ez a csikó arra vágyik, hogy megölelgessék. Áááá! Tök jó. Na? Megolálgassuk. Ez a csikó sokkal barátságosabb lett veled. Tök jó. Van új feladat? Kövesd. Na. Na gyere. Hogy hoppá, kicsit rossz helyen sikerült. Megállunk, nem baj, ilyen előfordul. Beszélgessünk. Úgy tűnik, összebarátkoztál azzal a csikóval. Szép munka. 500 és 0 XP. Aj. Sok csikó születik majd Jorvik szerte az évnek ebben a szakában. Ha esetleg találkozol velük, maradj nyugodt és, itt, és ismételd el, amit itt tanultál. 500 Jorvik shillinget fizetek neked minden egyes csikó után, amelyikkel összebarátkozol. Az igen. Jó kis pénzszerzési forrás. De nem fog végig utánam jönni. Vagy de? És ilyen komi van. Ez de jó fej. Tök jó. Hát gyerekek! És akkor mit mindig meg lehet ölelgetni? Vagy hogyan működik ez? És ha meg akarom etetni, ehhez közel kellene ez a csikó anyjához. De jó. Ez igen? Lehet bagolni, gyerekek. Komolyan mondom. De jó. Most már láthatatlan a csikó. Jó. Hol a lovam? Azt meg ott hagytam. De jó. Ez feletté bíztató. De tudok itt menni. Mély szakadékba zuhant a jövőben egy óvatosabb. Jé. Kemény. Na, mivel fogalmam sincs, hogy hol vannak a csikók, ezért arra a döntésre jutottam, így két vágás között, hogy most nem keresem meg őket, hanem majd, mint a pókoknál, egybe az egészet fogom megnézni. És akkor meglátjuk majd, hogy mikbe botlunk bele, vagy hogyan botlunk bele. Úgyhogy erről igazából én azt gondolom, hogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet az SSO részéről. Szerintem legalábbis nekem nagyon tetszik. Ne felejtsétek el megnézni a Pinta erődös, azt hiszem Pinta erődben van a lópiac, hogy hol? Nem, Silverglade mezőn. Tehát Silverglade mezőn megtalálhatjátok a lópiacot, vannak ott ugye régebbi lófajták, amiket meg tudtok majd vásárolni magatoknak, hogyha esetleg szeretnétek. Írjátok meg a frissítéssel kapcsolatban a véleményeteket, mert én nem nagyon áskálódtam most ezzel kapcsolatban, hogy most így kommenteket olvasgatok meg ilyenek, mert nem volt rá időm sajnos, úgyhogy kíváncsi vagyok, úgyhogy videó alá lehet megjegyzéseket írni a frissítéssel kapcsolatban. És akkor legközelebb jelentkezem majd
a csikókkal, meg az ilyen mindenféle egyéb dolgokkal. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!